Sziasztok! Most a Toffee Crisps Nestlé narancsos újdonságát, hát legalábbis én azt gondolom, hogy narancs az új benne, ez a limitált kiadás újdonságát kóstoljuk meg. Biztos, hogy az majd narancs, és ugye limited edition. Oké, csak hogy nem tudom, hogy mi az újdonság benne, mert egyébként én ezt az ízt én konkrétan nem ismerem, vagy legalábbis, hogy ez a csokoládé én nekem még nem volt meg. Igen, még ilyet nem ettél? Az az igazság, hogy szerintem még én sem ettem ilyet, de nézzük meg, hogy ő milyen. De nehezen akarja adni magát. És azért nézzük meg külön is akkor. Na nézzük ki. Egy elég szerintem első körben. Jó, én is így gondolom. Olyan, mintha egy... Mint a régi csokító nekem hirtelen. Igen. Illatra, na szagold meg, mert kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz mondani illatra. Narancsnak nyomát nem értem. Én sem, és inkább valamilyen ilyen karamelles, vagy nem is tudom, talán a Mars, vagy a Snickers, esküszöm ilyesmit jutnak. Ezt hagyom inkább így, vágjál be vele, mert... Nem fogok nagyot vágni, úgy érzem. Igen, nyugodtan vághatsz nagyobbat, mert én kíváncsi lennék egy nagyobbra. Amúgy aha, a karamellben úgy látom, hogy nem tévedtem. Ugye vágj egy nagyobbat. A csokitóval egyet tudunk érteni, tehát hogy ilyen... A ronda is finom, ahogy ugye a reklám. Én azt már ebből így megkóstolom. Jó, én addig itt sikerült vágnom egy ilyet, és én ezt meg is mutatom nektek, hogy lássátok. Ebben ilyen kis ropogós darabkák vannak, mint ahogy látszik, és fölül egy kis karamell, amit olyan nyúlós volt, és amilyen nem is bírta szétvágni itt az előbb az Ádi. Én, viszont így szagolt, meg egy pillanat, így már érezni a narancsot, én megkóstolom én is. Egy kicsit. Én ezeket a kis crispy dolgokat emelném ki, hogy ilyen jellegű crispységgel még nem találkoztunk, tehát ez egy új szint. Ez egy ilyen sokkal omlósabb jellegű crispy, ami ebben benne van. Tehát, hogy mivel ugye nem ettünk még ennek az alapverziójából, ezért nem tudok mit mondani, hogy ez olyan, mint az alapverzió. De nekem tetszik. Abból a szempontból, hogy jó párosítás a karamell a narancssal, meg ez a crispy rész is teljesen más, mint amiket megszoktunk, és ez nagyon tetszik nekem. Én nekem, ami egyértelmű, a narancs íz. Ugye most kóstoltunk több narancsos csokit is, és itt működik, mármint hogy jelen van. Igen. Picit mesterséges narancs íz, de egyébként kellemes. És jól működik a karamellával. Igen, egyébként konkrétan azt mondom, hogy laktató. Vagy igen. Én nem tudom, hogy mondjam, de ezt a picit ugye? Így, igen, és mégis azt érzem, hogy azért én most itt ettem egy valamit, pedig csak 31 gram, ha megnézitek, tehát hogy nem egy ilyen hatalmas tétel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp egy komoly értékű csokoládé, mert hogyha így lesz ebből ez igen. Azért megtöm. Érdemes kipróbálni. A ropogóságát én is kiemelném, hogy nem úgy ropog, mint ahogy várnád, hogy ilyen keményen ropog, hanem... Ilyen puhán, igen, mint egy jó kis keksz, egy ilyen omlósabb ilyen keksz. Ilyen jó kekszet nem tudnék ilyen mondani. Úgyhogy én azt, viszont a karamell a végén egy kicsit sok, mert úgy értem, hogy tudod, az marad, az a bíbelőc, úgymond a végén az igen, az utolsó. Próbáljátok ki, én azt mondom, mert mindenképp egy élmény. Érdemes megkóstolni. Aki szereti a narancsízt, annak külön ajánlom, mert ebben érezni a narancs ízt. Aki szereti a karamellt, annak is ajánlom. Igen, és aki így egy kíváncsi egy újfajta élményre, annak külön ajánlom, mert tényleg ez a ropogós, ez máshogy ropogós, mint amit eddig megszoktunk. Úgyhogy nézzétek meg a többi videónkat is, ahol láthattok más narancsos csokoládét is. Reméljük, hogy esetleg meghozzuk a... Ja, és karamellásat is, így van, hogy meghozzuk a kedveteket. És hát kövessetek minket a csatornáinkon. Sziasztok! Sziasztok.